Szervusztok! November 26-án, azaz a tegnapi napon Újhelyi Sándor barátom meghívására Szent Iványi Pistával és Bokros Lajossal egy érdekes konferencián vettünk részt. A konferenciának az volt a feltételezése, egy előzetes feltételezése, hogy túl vagyunk egy rendszerváltó szabad választáson, és ez a választás követően mit lehet tenni, hogy mindazokból a károkból minimalizáljuk azokat a károkat, amire az Orbáni rendszer ott hagyott a számunkra, mik a legfontosabb az azonnali intézkedések, illetve lehetséges-e egyáltalán helyreállítani Magyarországon a demokráciát, a pénzügypolitikát, az elcseszett magyar külpolitikát, és ezekre a kérdésekre adtunk választ. Azért abból a megközelítésből, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, nagyon nehéz feladat lesz, amire nagyon fel kell készülni, de létezik rá válasz. A bűntől mindenképpen meg kell szabadulni. Fantasztikus volt, vagy az én számomra különleges volt az előadásokon, hogy még azok a nagyon nagy tudású barátaim is, Szent Iványi Pista, Bokros Lajos, vagy Újhelyi Sándor és a többiek is kormányváltásról beszéltek. Pedig tartalmát tekintve mindegyik őjük pontosan tudja érzékelni, hogy itt ma nem egy normális változtatásról van szó, nem arra van Magyarországnak szüksége, hanem egy bűnszervezet van pillanatnyilag hatalmon, egyikünk sem vitatja, és egy bűnszervezet után már nem kormányváltás van, hanem bűnszervezet után rendszerváltást kell végrehajtani. Ez nem egy formai kifejezés. Erre fölhívtam az előadásom a figyelmet, részletesebben majd az összegzésből hallgassátok meg. Ez nem formai. Kormányváltás esetén azt jelenti, hogy a jelenlegi kormányzó többség elveszíti a többségét, egy új koalíció vagy egy új politikai párt alakíthat kormányt, de a jelenlegi kormányzó erő mögötti politikai szerveződés az ott marad a parlamentbe, csak éppen ellenzékbe kerül. Rendszerváltó választás esetén azonban már ez nincs így. Lehet ilyen kompromisszumot kötni, én semmilyen körülmények között nem tenném meg, jelen esetben, hiszen olyan történelmi bűnt követett el ez a maffia családszerűen fölépített, és a magyar politikai közhatalmat bitorló, több mint 10 év óta bitorló Orbáni rendszer, hogy az ő számukra egyetlen lehetőség van az elszámoltatás, de ez az elszámoltatás, ez ebben az esetben nem jelenthet más, mint hogy börtönbe kell kerülniük. Börtönbe kell kerülniük, és az általuk a bűnnel megszerzett magyar közvagyon, értsétek alatt a 10 000 milliárdos nagyságrendű, a magyar közélete, magyar közvagyon játszották át a NER maffia családjának a tulajdonába, vagy minimum rendelkezési körében, azokat meg vissza kell szerezni, és nem lehet másképpen visszaszedni a közvagyon, csak akkor, ha kimondom, hogy bűnnel szerezték. Ha bűnnel szerezték, akkor azoknak a személyeknek, akik meghatározó szerepük volt, és ebben nyilvánvalóan ott van a Fidesz-KDNP teljes vezérkara, de ott vannak azok a 131 néhány társtettes képviselő, akik mondjuk megengedik, lehetővé teszik, hogy lassan 10. éve egy személyben a maffia vezér kormányozzon Magyarországon, hozzon döntéseket, és őt még a alaptörvény sem korlátozza a rendeleti, a rendkívüli jogrend fenntartása alatt. Márpedig, ha bűnözők, akkor nem lehetnek ott a parlamentben, ezt jó előre tisztázni. Gondoljatok bele, hogy nem olyan régen, és most független attól, hogy nem értettem egyet a jogerős döntéssel, de Fekete Győr András, aki a Momentum elnökeként egy tüntetésen füstgyertyát dobott a rendőrök felé, nem talált el senkit, a nyilatkozó rendőrök jelezték, hogy nem is nagyon látták, és semmilyen félelmet nem keltett bennük. Mégis 2 év felkülgesztett börtönt kapott, amit igazságtan tartok, de most a jelenlegi gondolatsor szempontjából lényegtelen. De hát a mai nap, aztán 1-2 nappal ezelőtt a magyar parlament éppen ezért, a büntetlen előélet hiánya miatt éppen ezért megfosztották őt a mandátumától. Ebből tényleg teljesen egyértelműen következik, hogy vagy nem lesz elszámoltatás, vagy ott hagyjuk a magyar társadalomtól ellopott vagyont az Orbáni rendszernél, amit történelmi bűnjének tartanám mindenkinek, aki a rendszerváltást végrehajtja,
Vagy pedig ezeket végig kell vinni, és ha végig visszük, akkor nem lehetnek ott a politikai palettán a következő időszakban. Na ez a rendszerváltás. Igyekeztem nektek, mert nyilván egy konferencia hossza, az talán meghaladja azt, amit így az interneten meg lehet előadásként közzé lehet tenni. A legfontosabb, lényegesebb és az általam legfontosabbnak, leglényegesebbnek látott részeket Szent Iványi Pista előadásából is kiemeltem nektek, ugyanezt tettem Bokros Lajos esetében is, és hát ez a palotás szubjektív oldal, bár hanghibákat és néhány helyen, ami nem volt élvezhető a felvételben, vagy éppen kamerát kellett váltani, azokat kivéve gyakorlatilag az én előadásomat azt végig hallgathatjátok ebben az elkövetkező egy órában, ha rászánjátok az időt. Különleges konferencia volt. Talán rá kellene szárni az időt. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem, köszönöm szépen, hogy nézitek, azt is, ha majd megosztjátok, azt is, hogyha még nem tettétek, követitek ezt az oldalt, de most nézzétek meg a konferencia összegzését. A mai alkalom az első, amikor is a külpolitikáról, a gazdaságról, a pénzügyekről és az illegális migrációról lesz szó, és külön szeretettel köszöntöm előadóinkat, Szent Ivány Istvánt, ugye, aki a külpolitikáról fog beszélni, Bokros Lajost, aki a gazdaság, a pénzügyekről, Palotás Jánost, aki a gazdaságról, és én fogok a illegális migrációról beszélni. Nagyon sok szeretettel, Szent Ivány István. Ahogyan minden tovább, minden alrendszere a magyar, a NER-nek, diszfunkcionális, úgy a külpolitika is. Tehát erről majd nyilván Lajos, János beszélni fognak, vagy Sándor is, hogy a különböző alrendszerekben is érzékelhető az, hogy teljesen diszfunkcionálisá vált. Ez a külpolitikára is igaz. Ugye a külpolitikában hosszú időn keresztül volt egy konszenzus, ezt még Antal József és Jeszenszky Géza az MDF fehér könyvében fektette el 1990 őszén. Ez volt az úgynevezett hármas prioritás rendszer. Most azon nem problémázunk, hogy prioritás az ugye egyet jelent, tehát nevezzük úgy, hogy hármas cselekvési terület. Azt mondták, hogy a magyar külpolitikának három fontos cselekvési területe van, az euróatlanti integráció, a szomszédsági politika és a határon túli magyarság. És bár abban, hogy ezt hogy kell megvalósítani, nagyon éles viták voltak mindvégig, tehát ebben nem volt konszenzus, de azt mindenki elfogadta, hogy ez a keret. Tehát a magyar külpolitika ezen a három területen kell mozogjon, és ez többen 2010-ig ez egy ilyen megkérdőjelezhetetlen alapja volt a magyar külpolitikának, amit jóvá is hagyott a magyar társadalom kétszer is az Európai Uniós csatlakozási népszavazással és a NATO csatlakozással. Ugye ezzel teljesen egyértelművé tettük, hogy mi alapvetően nyugathoz tartozunk. Ez a magyar külpolitikai identitás, ha lehet ezt mondani, ez az, ami kicsit patetikusan fogalmazva Szent Istvántól kezdődően mostanáig tart. Ugye Szent István királyunk második Szilveszter pápától, római pápától két koronát, és nem Bizánctól, és ezzel eldöntötte a feleséget, ami akkor ugye szövetséget jelentett, katonai és politikai szövetséget Bajorországból hozott magának, tehát ő nyugat felé vitte az országot, és oda kötötte, és minden történelmi sorsforduló során Magyarország ezt fejezte ki, 56-ban is nyugathoz akart tartozni, szabadságot akart, és 89-90 is erről szólt. Hát itt úgy láttam, hogy vannak fiatalok is, hála Istennek, de mi, akik már egy más korosztályt képviselünk, emlékezünk arra, hogy milyen eufória volt, hogy mi is nyugatiak akarunk lenni, Ausztria volt a minta, oda akartunk tartani, olyan életet akartunk élni. Meg szerintem, most is szeretnénk, mint ami Ausztriában van. Tehát a nyugat volt számunkra az irányadó. És hát ezt fejezte ki, ez a hármas prioritás rendszer, ezt fejezte ki a magyar NATO csatlakozás, a magyar Európai Uniós csatlakozás, mind erről szólt. Szerencsére még ma is, a legújabb felmérések szerint is a társadalomnak jelentős része, már nem annyi, mint akkor, ugye 85% szavazta meg a NATO-t, és 83% az Európai Uniót, de 70% körüli értékben támogatja mind a két nyugati szövetségi rendszerhez való tartozásunkat. Tehát ebben nincs
Ebben nincs érdemi változás, és ez egy nagyon jó dolog. De van változás a magyar külpolitikában, és hát Sándor már az imént utalt arra, hogy 2010-től nagyon kezdtek megváltozni a dolgok, bár Martonyi János, mint külügyminiszter még alapvetően próbálta képviselni ezt, de már nem ő fújta a passzát szelet, hanem Orbán Viktor és az ő csapata, és az ő kivitelező embere, vagy megoldó embere, Szijjártó Péter, akik ugye már 11-ben beszélt először Orbán Viktor a keleti nyitásról, ami aztán az állam ideológia rangjára emelkedett 2014-ben. Talán emlékeznek rá, hogy akkor Tusványoson vagy Tusnádfürdőn tartott Orbán Viktor egy igen fontos beszédet, ez volt az illiberális államot építünk beszéd, és ebben hirdette meg, hogy a legfőbb irány a keleti nyitás. Most Sándor már utalt rá, és én is szeretném ezt megerősíteni, hogy a keleti nyitást sokan félreértelmezik, és úgy gondolják, hogy ez egy külgazdasági stratégia. Ez a külgazdasági része a legkevésbé fontos része ennek a stratégiának, ez alapvetően egy ideológiai és külpolitikai orientációváltási stratégia. Ami az ideológiai részét illeti, hát az az illiberális állam, ugye ez sem magyar találmány, ez importtermék, Alexander Dugin és egy Szurkov, Vladislav Szurkov nevű orosz ideológusok dolgozták ennek ki az alapjait, ez az eurázsiai ideológia, ez ami azt mondja, hogy a liberális demokrácia az idejét múlt, az alkalmatlan a modern kihívásokra, a nyugat nihilista, a nyugat hanyatlik, de jön föl kelet, és hát a tradicionális értékek, hát ez a Istenhaza családként fogalmazzák meg ezt, az egyház szerepe fontos, és az erős országok, erős vezetők. Ez a szuverenitás, ugye ez a Szurkovnak a szuverén demokrácia felfogás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az önkényuralom, a megfogalmazása. Tehát szerintem ez volt a legfontosabb eleme ennek a keleti nyitásnak. Fontos eleme még a külpolitikai orientációváltás, ami ezt követte, tehát hogy egyszer csak hirtelen elkezdtünk nagyon barátkozni ezekkel az emberekkel. Hát elsősorban Putyinnal, Xi Jinpinggel, Erdogánnal, de Ilhan Alijevvel, a közép-ázsiai köztársaságokkal, ekkor jött a türk tanácsos ötlet, ahogy most már itt tagok is, vagy megfigyelői tagok is vagyunk, de itt van ennek a titkársága Budapesten, amit önök fizetnek mind, nem elég busás pénzen, mert ezt teljesen a magyar adófizető pénzén tartják fel. Magyarország része az Európai Uniónak, és persze a NATO-nak is, ami egy politikai elkötelezettséget jelent, az Európai Unió. Az Európai Unió az nem kis részben egy gazdasági egység is, amelynek közös kereskedelempolitikája van, közös versenypolitikája van, közös szankciós politikája van, és ettől egyetlen tagállam sem térhet el. Tehát ez mindenkinek kötelező. Ráadásul ezeken a területeken, a szankciók kivételével nincs is vétójog, ezeken a területeken minősített többségű döntések születnek. Tehát a vámpolitikában, kereskedelempolitikában, versenypolitikában minősített többségű döntések születnek, amik kötelezőek minden tagra. Ez azt jelenti, hogy nincs semlegesség, hát mi ennek a részei vagyunk. Akkor nem vagyunk a részei, ha kilépünk. És akkor itt merül fel az az aggodalom, ami ugye egyre gyakrabban hangzik el Magyarország, vagy magyar közéletben, hogy mire játszik tulajdonképpen Orbán Viktor. Ki akar-e lépni az Európai Unióból, vagy nem? Mert ugye ezek a hangok, ezek erre utalnának, ha ezt komolyan veszik. És én nem tudom eldönteni, hogy ez mennyire komoly, ugyan hát ömlenek a hirdetések, hogy új gazdaságpolitika kell, gazdasági semlegesség kell, stb. Nem tudom, ha rádiót hallgatnak, tévét nézve, bármit, mindig hallják ezt, és az új gazdasági politika, ez mi, akik egy kicsit előrébb járunk a korban, emlékszünk még a NEP kifejezése, a Novaya Ekonomicheskaya politika, ez ugye a Lenin által meghirdetett gazdaságpolitika volt. Tehát ez, hogy azt mondják, hogy új gazdaságpolitika, hát ez nevetséges, hát ez most teljesen erre utal. Tehát, hogy miről szól ez? Valóban egy kilépést előkészítő dolog-e? És hogyha az ember a kormány közeli propaganda műsorokat hát nem nézi, tehát mindegyik azt, tehát bármi bekapcsol a TV1, a TV2, a Nula TV bárhol, akkor bizony ömlik a nyugat gyalázó propaganda. De hát Orbán beszédjeiből is. Csak ez következik. Ezek mind olyanok, mint amik lelkileg azt akarják előkészíteni, hogy távolodjon el
Magyarország a nyugattól, és hát nem tudjuk, hogy hova menjen, de hát már ilyet is lehetett hallani, hogy a külügyminisztériumban egy munkacsoport azzal kezdett el foglalkozni, hogy a BRICS-hez milyen módon lehetne valahogy közelni. Ugye nem tudom, hogy mennyire közismert mi ez a BRICS, ez ugye, hát, na jó, hát biztos, hogy Lajos tudja, meg János, de nem biztos, hogy minden kedves hallgatónk tudja, aki követ minket az interneten. Hát ez ugye ez a Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika eredeti nyugatellenes szövetsége, amihez most már csatlakoztak mások is, Irán például, a demokratikus Irán, ugye ezt most nagyon idézőjelben mondom, meg Szaúd-Arábia, hát azt sem tekintettük igazán a demokrácia őshazájának, és már Szudán is érdeklődik. Tehát a fontos demokratikus államok érdeklődnek utána, és Szerbia is jelen volt egyébként a legutóbbi BRICS találkozón. Tehát e felé is tendálnak. Hát nekünk nem ott a helyünk. Ez egyértelmű számomra. És akkor beszéljünk arról is, mert ugye tudom, hogy az idő rövid, és szeretnénk kondenzáltan beszélni a dolgokról, hogy mi, hogyan lehetne ezt megváltoztatni, és hogyan kell megváltoztatni. Tehát ugye a megváltoztatása ennek, hát annak az egyetlen előfeltétele van, választást kell nyerni. Tehát amíg ez a hatalom van, nem fog megváltozni. De a legdöbbenetesebb dolgok egyike az Orbán rendszerben, hogy nincs beépített korrekciós képessége. Semmit nem korrigál. Akkor sem, amikor már látszik, hogy nagyon rossz irányba mennek a dolgok, akkor sem korrigál, inkább mélyebbre megy. Ugye ez most mindenen látható. Tehát a külpolitikában 2022 fölkínálta azt a lehetőséget Orbán Viktornak, hogy egy fordulatot végrehajtson. Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és akkor a nyugatiak számára nagyon fontos volt, hogy Magyarország is, meg minden tagán beálljon a sorba, és nagyon sok mindent el is felejtettek volna, szerintem a pénzekhez is hozzájutott volna, ha akkor egyértelműen beáll a sorba, és együttműködik az európai országokkal. Ő azonban teljesen más utat választott, ugye ő egy trollkodó álláspontot vett föl, és nem csak trollkodót, hát ott aztán teljesen kiderült, hogy tulajdonképpen arra játszik, hogy Ukrajna veszítse el, és Oroszország nyerje meg ezt a háborút. Ez teljesen egyértelmű az ő cselekedeteiből. Szerintem már most fő a fejük. És én azt hallottam, hát ezt persze még nem erősítették meg, hogy már az egyik telefonbeszélgetésen azért Trump ezt jelezte Orbánnak, hogy ebből vissza kéne lépni. És az biztos, hogy ezt már nem csak hallomás, hanem ezt nyilatkozatokból tudjuk, hogy számos republikánus szenátor erre fölhívta a figyelmet, és figyelmeztette a magyar kormányt. Tehát Orbánnak fáj a feje. Ő ezt tudja is egyébként. Ugye, és a legutóbbi tusnádfürdői beszédében volt egy érdekes elszólása, amikor azt mondta, hogy hát nem kaptunk igazi ajánlatot Amerikától, és a maximális ajánlatot Kínától kaptuk. Ebből azt érzékelem, hogy ő látja, hogy itt ebből lesz konfliktus az Amerikákkal, és inkább Kínát választja, ha ez konfliktussá válik. Tehát ebből következik, hogy nagyon nem lesz ez szoros szerintem ez az Orbán szövetség. Mert érdekes módon megfigyelték, az első pár napban volt egy nagy helyehújázás, és most teljesen visszaállt. Már ez a Trump helyehújázás már nem megy, hogy jaj, de jó, most aztán minden nem vége lesz. És már sokkal óvatosabban nyilatkoznak. Hát a pénteki rádióbeszédében azt mondta, hogy hát a Trump átveszi hatalmat, akkor megnyílik az esély a békére. Már nincs szó arról, hogy 24 órán belül meg azonnal békét terenni, de megnyílik az esély. Tehát szerintem a rózsaszín köd kezd eloszlani ebben az ügyben, mert itt lesz konfliktus, ez egészen biztos. Egyébként ott is lesz konfliktus, hogy a Trump a német autógyártókra nagyon rá akar szállni, és hát mi 1000 szállal függünk tőlük, ezektől a német autógyártók. A mostani problémáink is részben, hát ezt Lajos jobban el fogja tudni mondani, összefügg azzal, hogy már bajban vannak a német autógyártók, és lehet, hogy az amerikai vámok azok egy halálos csapást mérnek rájuk. Hát nem fog megszűnni a német autóipar, de nagyon súlyos válságba kerülhet, aminek mi is. Hát ahogy mondani szokták, ha ők tüsszentenek, nekünk már tüdőgyulladásunk van. Tehát itt valószínűleg lesz itt még probléma a Trump-al. Szóval meg fog szűnni ez a nagy helyehúja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen Szent Iványi Istvánnak az előadását. Sok szeretettel fogadjátok Bokros Lajost. Azért, mert a NER gyönyörű szép plakátokat helyezett el az utcákon, miszerint új gazdaságpolitikára van szükség, amit egyébként Magyarország
meg tud csinálni. Na most ez a plakát nekem nagyon tetszik. Egyrészt azért tetszik, mert elismeri, hogy az eddigi gazdaságpolitika rossz volt. Ugyanis, hogyha újat kell csinálni, akkor abból logikailag az következik, hogy ami eddig volt, az nem felel meg a követelményeknek. Még akkor is, hogyha erre persze tudom, az lenne a válasz, hogy hát megváltozott a helyzet, és a helyzethez alkalmazkodni kell. Igen, ám, de a gazdaságpolitika az csak egy része a kormányzásnak és az államvezetésnek, sőt, még a gazdasággal kapcsolatos intézkedéseknek is csak egy kicsi része. Majd a nagyobbik részéről Palotás János fog beszélni, mert ő az, aki a gazdaság című témát kapta. Én szigorúan csak a gazdaságpolitikáról szeretnék ezért beszélni. A gazdaságpolitikának köztudomásúan három fontos összetevője van. Az egyik a pénzpolitika, csúnya nevén monetáris politika, a másik összetevője a költségvetési vagy államháztartási politika, csúnya nevén fiskális politika. Ezt a kettőt megkaptam a felkérés során, de a harmadikat nem kaptam meg, ami szintén nagyon fontos, az pedig a jövedelempolitika. Nevezetesen a kormánynak az arra vonatkozó intézkedései, hogy a jövedelem elosztás az hogyan alakuljon a társadalom egészében. Monetáris, fiskális politikának egy nagyon fontos összefüggésére szeretnék rávilágítani. Ugye ez a kormány, ez nagyon szeret osztogatni. A cukorka osztogatás, a kegyek osztása, a kiváltságok osztása, az minden önkényuralmi rendszernek a sajátja, mert nem jogok vannak, hanem kegyek vannak és kiváltságok vannak, és nincs ez másképp a gazdaságpolitikában sem. Támogatásokat adunk, és azoknak a támogatásoknak a reál értékét utólag visszavesszük az inflációban. Meg ugye nagyon fontos az is, ahogyan elhangzott már István szájából, hogy nem is annyira a GDP, hanem inkább a gazdasági növekedés fétisében lehet föllelni az egyik megkülönböztető jellegzetességét ennek a kormányzásnak, és olyan körülmények között, amikor ez a gazdasági növekedés, hát hogy úgy mondjam, gyenge lábakon áll, akkor ők tipikusan a multinacionális vállalatok támogatásában szokták a növekedés erősítő tényezőket megtalálni, mert egy kicsi nyitott gazdaságban a növekedés egyik legfontosabb, ha nem éppen a legfontosabb forrása vagy motorja az export. A multinacionális exportőr vállalatoknak nagyon jó a 411 forintos euró árfolyam. Teljesen mindegy, hogy milyen adókat pakolunk azokra a gazdasági szektorokra, amelyek az export területén húzó ágazatnak minősülnek. Ezeket a veszteségeket kompenzálja, sőt adott esetben túlkompenzálja az árfolyamnak a tudatos rontása. Én nekem az a saját véleményem, hogy egy országban egyébként nem a gyenge, nem az erős, hanem a stabil árfolyam lenne a fontos, a stabil és kiszámítható árfolyam alakulás, és ezért már meg is előzendő egy talán elhangzó fontos kérdést, én maximális, maradéktalan híve lennék az eurózónához való csatlakozásnak, mert az euró az egy olyan nagyon fontos külső horgonyt jelentene a magyar gazdaság, és nem utolsó sorban a gazdaság politika csinálás számára is, ami lehetővé tenné azt, hogy a gazdasági környezet sokkal kiszámíthatóbb legyen, sokkal jobban tudjanak a vállalkozók ehhez alkalmazkodni, mindenki jobban tudja a gazdasági kalkulációban a maga döntéseit elhelyezni, és ennek alapján szerintem a gazdasági növekedésnek is végső soron sokkal pozitívabb feltételeit tudnánk megteremteni. Mi a bizonyíték erre? Hát a bizonyíték erre azoknak az országoknak a teljesítmény, akik már csatlakoztak az eurózónához, itt is elsősorban és szinte mindig a balti államokra szoktam hagyatkozni, illetve hivatkozni, amelyek immár
régóta tagjai az eurózónának, és azóta az egyfőre jutó nemzeti jövedelem vonatkozásában is, ami még fontosabb, mint maga a GDP szám, messze elhúztak már mellettünk. Tehát nagyon érdekes, hogy azok az országok, ahol a kormány nem tud nemzeti valutát elértéktelenítő gazdaságpolitikát folytatni, ott sokkal több erőforrást mozgósítanak maguk a vállalkozók annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés tekintetében megközelítsék a felzárkózáshoz szükséges szintet, és ezáltal lehet, hogy a következő generáció már belép a jólét világába. Szeretettel köszöntöm mindenkit, aki itt van, és természetesen az interneten is, aki követi. Kicsit nehéz helyzetet teremtettetek nekem, mert ugye készültem abban, hogy 20 percet beszélget, mondok valamit, aztán mondjuk van egy 20-25 perc, hogy kérdezzetek. Akkor ez én 20 percem ugrott a Pista előadás után, mert arról is szeretném, hogy van, ahhoz is szeretném kiegészíteni egy 20 percet. Aztán Lajosé is bedobolt egy olyan témát, hogy ezek kihagyhatatlanok, úgyhogy ugyanakkor nem mindegy, hát megpróbáljuk. Tehát valamit megpróbálunk. És megpróbálnék egy-két olyan mondatot tenni, amelyik talán az egészet egy kicsit a megközelítés sokkal inkább a gondolkodásmódra mutat rá, és konkrétumokra. Tehát minél több esetben, és ugye minél konkrétumban. Nem kritikaként fogalmazom meg, de nagyon fontos a fejben azt a helyére tenni, és nagyon fontos volna az egész társadalom helyére tenni, hogy rendszerváltás, nem kormányváltás a feltétele a boldognak. Tehát ez egy óriási dolog. És tudom, hogy rendszerváltás, 100 előadását hallgattam Pistának a minden csütörtökön az én előadásaimnál a végén fönt van egy tabló, hogy kik azok az emberek, akik de nagyon figyeljetek, és ő rajta, ha nem tudja. De ő ott mindig ott van. Tehát pontosan tudom, hogy ő rendszerváltásra gondol, és hogy úgy fogalmazott meg mindent, ami annak felelt meg. De ezt a szót kell használni. Tehát a kommunikáció szempontjából ez rendkívül fontosnak tartom. És a jog oldaláról is, tehát a jognak a megközelítéséről, mert más. És ez azért nagyon lényeges, mert ha nézem az általam nagyon tisztelt ketten itt vannak, tehát a legtöbben is vannak itt. Tehát, hogy tisztelt személyeknek az előadásai, figyelem a gondolatait, de ez igaz lehet nagyon sok parlamenti képviselő megszólalására, politikai elemző, stb. A megszólalására is, szakszervezeti vezetők, most de szándékosan mondom, pedig ugye a fő témám az, hogy a gazdasággal lehet-e majd valamit kezdeni, ha egyszer rendszerváltásra sor került. Szépen akkor azt érzékelem, hogy az előadások tartalma is, ami benne van, ezek nagy tudás emberek, vagy nagyon jó indulatú, vagy jó szándékú emberek, de azok arról szólnak, mintha egyébként már megtörtént volna a rendszerváltás. Pedig nem történt meg. Tehát, és tényleg ezer példa van, és nincs semmi tudatosság ennek a kialakításában. Az életem első harmadában a sport mondjuk meghatározó volt, de amikor most arról szedi össze a kevés média felületet és a kevés humán erőforrást, anyagi erőforrást, mondjuk egy ellenzéki gondolkodás, vagy ellenzéki párt, ha úgy tetszik, hogy mondjuk legyen-e olimpia, vagy ne legyen, vagy karácsonyra a fővárosban, vagy bármilyennek a kérdésében. És akkor ott van, hogy mert ez a kormány csak az erőből ért, de az egész évben, és hogyha mi összefogunk, akkor látszott internetadóról lemondott, az olimpiáról lemondott, stb. De hát abból, ha most minden energiával ezt összeszedem és megcsinálom, ugye az egész évben, és megint meghátrál a kormány valamivel, attól még Orbán rendszerre maradt. Attól még egy maffia kormány maradt. Tehát, hogy ebben a pillanatban lobbizni, az a gondolat, amelyik egy demokráciában szerintem az alap, hogy ügyek mellett politizálunk, hogy az ellenzék is úgy viselkedik, hogy ügyek mellett akár támogatja is egy jó kormány előterjesztését, az szerintem egy független újságírásra, ez ugyanúgy vonatkozhatna a médiára, az egy durva tévedés.
Jelenleg, mert Magyarországon nincs demokrácia. Tehát ez nem így működik, ez nem egy demokratikus állam. Az egészében az illiberálist, azt megfogalmazhatjuk úgy, ahogy mondtad, az egészében, de az önkényuralom, tehát azt annak kell nevezni, tehát az egész megfogalmazásában. Most ezeket azért tartom nagyon fontosnak, mert általában nem szeretem, ha valaki a szakmai, tehát magam a tudományos életben, hogyha valakinek a nagy tudója a saját szakmájának, de azt gondolja, hogy a világ a saját szakmája körül mozog az egészében. Nem, annak ő csak egy része, tehát egy adott pontja, tehát nem lehet. De mégis azt gondolom, hogy amikor például a társadalmi rendszerváltásról beszélünk, akkor az azért lényeges, mert a társadalom egy bizonyos fejlettségi szintjén, egy fejlődésében kialakul egy értékrendje, és azt mondja, hogy azt érzem demokráciának, azt érzem igaznak, ami, ugye? És ezt egy jogban fogalmazza meg. És a jog rendszerében mondja meg, hogy egyébként az embernek mindent szabad, amit nem tolakszik rá másiknak az életére, tehát ugye az egész környezetébe. És akkor azt szabályozza le a jog, hogy mi az, amikor már rátolakszik a másiknak az életére. Ha ezt nem teszem helyre, akkor nagyjából mindegy, hogy mit csinálok. Tehát az egészében az én semmi értelmét nem látom ma az ügyek melletti politizálásnak, ha nem látom a rendszerváltás melletti politizás prioritását, egyedüli feltételét, és hogyha az mögött még marad kapacitásom, akkor magyarázom, hogy egyébként majd mit fogok az első 100 napban elvégezni. Tehát ugye az egész részén, és arra még készülök is. De például most ugye a Tiszapártnak október 23-i beszédében ott volt Magyar Péterében, hogy kell az a másfél év, hogy fölkészüljön a 26-os váltásra. És akkor én ezen elvívottam, hogy ez rendben van, okos gondolat is, most akkor is, hogyha a módszert, amivel a kiválasztódást keresi, az szerintem hát nagyon alacsony hatékonyságú, de ha a gondolat, hogy azt kell, hogy erre használja, ez igaz lehet a rendszeren belül. Csak hogy ha diktatúrában vagyunk, akkor a diktatúrának, az önkényuralom vezetőjének, mondjuk Orbán Viktornak is adok-e másfél évet? Hogy fölkészüljön arra, hogy nem adom át a hatalmat. De, tehát ilyen roppant leegyszerűsítem a módszert, és akkor gyönyörűen mindent előkészítettem, megtaláltam akár a 100 embert a külpolitikában, hogy nem tudom, hogy tényleg 5 napig tartani, hogy hány ponton kell a gazdaságba, pénzügypolitikába, nyugdíjrendszerbe beavatkozni, tehát hogy ezeket megtalálom, jó, de nem lesz választás. És akkor kész. Vagy hát elmondtam, hogy ugye az a politiker, ami most egy kicsit veszélyeztet, az egy a magyar jogszabályban, a BTK-ban a hazaárulás kategóriában tartozom, bábkormánnyal tartja fönt a kapcsolatot, bábkormány akar lenni, külföldi szervezettel, az Európai Bizottsággal ügyködik együtt, és külföldi tagállamokkal, az uniós tagállamok többségével működik együtt, hogy ott egy birodalmi célt szolgáljon ki, és megdöntse a keresztény magyar akármilyen kormány. Gyakorlatilag elmondta azt, hogy milyen feladatot ötött a titkosszolgálatnak, az alkotmányvédelmi hivatalnak, a szuverenitásvédelmi hivatalnak, az ügyészségnek, aki ugye felügyeli a pártokat, hogy azok most nyomozzanak, és hogyha a helyzet oda jut el, akkor az egészében, és nem sikerült addig valamilyen más lejáratási, bármilyen módszerrel őt semlegesítenem, hát akkor azt mondom, hogy hát ugye a pártot föl kell oszlatni az egészében, mert hiszen mindenki az elmúlt következő egy évben ügyészség mindent meghatároz, és azt mondja, hogy hát kinyomoztam, és én úgy értékeltem, hogy ez valóban az, és akkor kezdeményezem a kúriánál, hogy oszlassák föl a pártot, az illető személyeket még akár le is lehet tartóztatni, de mindenképpen lehet olyan helyzetet teremteni, amiben ők nem indulhatnak el a választáson. Tehát ezt én nagyon előre akartam, hogy sem függetlenül attól, ez ott az automata riportanak kérdés, hogy milyen címet adott a Sanyi az előadásomnak. De ezt el kell mondani, tehát hogy egyszerűen ebből kell kiindulni. És akkor jön az a része, hogy képzeljük el, hogy leült az a kerekasztal, vagy bármi más, tehát az egy ellenzék gondolkodás, amelyik azt mondja, hogy kialakítom annak a szervezeti feltételeit, hogy ezt ne tehesse. És lesz rendszerváltó. És ha lesz rendszerváltó választás, és azt még meg is nyerték, akkor az a kérdés, hogy akkor lehet-e ebből a helyzetből, ahol most vagyunk, és nem tudom, hogy milyenben leszünk
egy év múlva, tehát hogyha ez egy év múlvai távolság, mert adunk magunknak időt a fölkészülésnek, és adunk a bűnszervezetnek időt arra, hogy ne érvényesüljön az én felkészülésem. Tehát, hogy azért én mérlegelném a kettőnek a kérdését, az emberi kreativitás nagyon magas, tehát azért én az életünkből is csak nem akarok túl a magyar közelmúlt történetéből számtalan helyzetet teremteni, amikor azt mondom, hogy hát föl kell lehet, jobb lett volna, ha fölkészülünk, de nem tudunk, de azt megdöntöttük, itt vagyunk, és akkor nincs 100 emberünk, nem tudom, hogy mit csinálunk, lesz, ez volt olyan a 90-es éve, egy cégbíró volt Magyarországon, és azt mondtuk, hogy de igen, de kell, hogy a szabad legyen a vállalkozás alapítása, csak írtán több százezer a vállalkozás alapult, egy cégbíró jegyezte be. De ma már a cégbíróság tényleg 24 óra alatt bejegyzi. Tehát kialakul az a szervezet, tehát lehet ezekre reagálni. A gazdasági helyzet tekintetében én azt a gondolatot, tehát mondjuk pozitívan vagyunk, rendszerváltás megvan, ott vagyunk, nagy a kaka, tehát ami minket körülvesz, hogy lehet-e mit kezdeni. Ha onnan indítom, és ennek szintén van egy nagyon fontos üzenete, hogy a magyar gazdaság került versenyképtelen helyzetbe, a magyar társadalom, a magyar elme, tehát, hogy ez a tizenvalahány év már egészen más a fiatalok irányában is, de nem csak a fiatalok irányában is, az érvényesülés egy életem van kategóriájában elkezdte megszokni és alkalmazkodni a diktatúrához. És ezeket mind ki kellene majd vezetni valamilyen módszerrel a rendszerből. Ha ezt csak azt mondom, hogy ezt Magyarországon ott hirtelen egy magyar államról beszélünk, ez a kis nemzetünk, az egy nagyon nagy feladat, de szeretném elmondani, hogy akkor is meg lehet csinálni. De ha nem, tehát nem abból indulok ki, hanem egy picit abból az optimizmusból hagy legyek ennek is egy tagja, hogy mondjuk a magyar gazdaság az Európai Unión belül, és mondjuk most még belül van, hogy másfél év múlva is ott lesz-e, hogyha Orbáni rendszer ezt látja, az én már egyáltalán nem vagyok olyan biztos, és érteni kell, hogy az a rendeleti kormányzás, ami most van, az holnap reggelre bejelentheti, hogy kilépünk az Európai Unióból, vagy lassan ki is ughatnak minket onnan. Joggal foglalkozó kollégáknak, vagy úgy szoktam mondani, hogy egy kicsit az ingatlan adásvételnél fölül kell keveredni a tudásban, ami ma körülvesz egyébként a politikai szereplőket az egészében, és hát akkor fölteszem mindig az alapkérdés, hogy akkor azt, hogy valahol valakitől azt hallott, hogy az Európai Unióból nem lehet minket kirúgni, mert nincs bent az Európai Unióval kötött társadalmi szerződésünkben. Én pedig azt mondom, hogy menjél még egy fokkal följebb, vagy egy posztgraduális képzésbe, de nem kell szerintem annyi hozzá. Létezhet-e olyan szerződés, amelyeket bármelyik, az egyik fél sorozatosan figyelmen kívül hagy, és a másiknak meg benne kell maradnia. Tehát ez egy nemzetközi szerződés, az felmondható. A NATO szerződés is felmondható, attól, hogy nincs benne, az sincs benne, hogy nem rúgható ki. És hogyha nincs benne, hogy mi van akkor, hogyha az egyik sorozatosan megszegi, akkor a nemzetközi jognak az egyéb szabályai lépnek életbe, és annak ezt most nem viszem végig ezt a folyamatot, ebből mind ki is lehet minket rúgni belőle. És hát Orbáni rendszernek pedig ez egy nagyon fontos része, hogy nem keleti nyitása van, tehát keleti nyitása, de gondolkodás, nincs más útja. A nyugati gondolkodásban az Orbáni rendszer nem életképes. És ha ezt kezdem megérteni, akkor nem kezdek onnan beszélni, hogy de hát akkor nem kap pénzt. Hát őt érdekli, őt, ha nem ő van hatalmon, hogy akkor nem kap pénzt. Hát ugye az egészében ő akar hatalmon lenni. Ott nem tud, itt tud az egészében. És ez a kiinduló pont, hát innen működik. De visszagorva az alapkérdésre, ezt ígértem, hogy ott van, hogy az Európai Unión belül a magyar gazdasági mondjuk teljesítmény, ha oda teszem, azon 1,2%, ha jól tudom. Ha én egy gazdaságpolitikusként vagy szakértőként azon gondolkodom, hogy van egy helyzet, és abban van ott egy 1,2%-os, ahol nagy a gond. Azt meg tudom-e csinálni? Hogy ne tudna? Tehát ha nekem egy ekkora, ha globálisban gondolkodom, és ahhoz megszerzem a partnereket, tehát ráteszem a partnereket, az egészében akkor egészen másképpen indul ki, más a mozgásterem. Azon valamit javítani, ami azt mondta, hogy ott az én azt a gócpontot, azt az 1,2%-ot rendbe akarom tenni, abból mini Svájcot is csinálhatnék. Ezt nem fogjuk, tehát nem azért, csak hogy érthető legyen, hogy ez nem
nem akkor a gond. Igen, ott van a Matrici szerződés, hogy milyen pontoknak kell megfelelni mondjuk ahhoz, hogy az Európai Unió az eurozónába kerüljünk. Én csak elmondom, hogy 2004-ben előtte még 10-valahány éven keresztül dolgoztunk ahhoz, hogy az unió megfeleljünk az unió jogrendszerének. Ugye? És ez a, ott volt, hogy ez a harmonizációs, jogharmonizációs rendszer, hogy ez hogyan működik, és hogy minél jobban megfeleljünk, hogy végre felvehessenek minket. Azt hiszem, hogy akkor mi álltunk a felvett 10 tagországból ebből a szempontból, erről a jogharmonizáció a legjobb pozícióba. És volt mondjuk a 10-ből 6, ami semmiben nem felelt meg neki. És akkor született egy politikai döntés, hogy az unió elbírja az egészében, ezt most, ezt a 10-et egyszerre fölveszünk. Tehát, de, igen. Igen. Tehát a luxemburgi így van. Tehát az, na, ugyanígy azt mondom, hogy azért az a kövesett dolog, hogy mikor léphetünk be az eurozónába az egészében. Beléphetünk, amikor bizonyos feltételeket megfeleltünk, akkor jogunk van, és el is köteleztük magunkat rá, meg akkor, ha úgy döntenek, hogy fölvesznek minket. Mert egyszerűen a magyar gazdaság, magyar társadalomnak az az érdeke, hogy kivegyük, teljesen egyetértek Lajossal, a politikának, a jelenleginek és a jövőbeninek is a kezéből azt, hogy szórakozhasson a valutával, vagy a nemzeti valutával. Ha ez egy feltétel, ez egy pontos dolog, ez egy megindokoljuk, hogy ez nagyon szükséges, stb., akkor sok borzasztóan gyorsan csatlakozhatunk hozzá, mi annak ellenére, hogy nem felelünk meg az adott felvételeknek, ami oda kerül majd be, hogy vállaljuk, hogy 5 éven belül megfelelünk neki. De ezt mondjuk le is kell tenni egy programot. Csak azt mondom, hogy a gazdasággal, ha most csak a magyart nézzük, én megígértem valakinek az ünnepben, hogy lehetszeresítem egy olyan modellre, ami egy gondolkodásmódot mutat be, de nagyon konkrét. Tehát nagyon konkrét. Az Európai Unión pontosan olyan elemekből áll, mint a gazdasága és politikája rendszere, mint a magyar. Ezért az Európai Unióban mi a legutolsó helyen vagyunk majdnem minden mutatóban. Ha megnézem, hogy az Európai Unió is egy költségvetési kérdés, ha megnézem az Európai Unió átlagáit, összeadom, hogy ennyit fordít oktatásra, ennyit a sportra, ennyit a rendkívüli kiadásokra, stb. Százalékokban, az pont 100 lesz. Tehát, hogyha megfogalmazok magamnak egy feladatot, egy rendszerváltó választás után, hogy kirakom ezt a 80-150 elemből álló százalékot, aminek a végeredménye 100. Ja, részében. Akkor azt mondom, hogy ez az én kiinduló pontom. Magyarország ennek biztosan meg tudna felelni, és nézzük meg, hogy melyik százaléknál megyünk mi, költünk mi sokkal többet, melyikre költünk sokkal kevesebbet, és akkor ezt az százalékos arányt tekintem, ha nem tudok jobb megoldást, akkor azt mondom, hogy az adott szakterületnek kiadom, hogy 1, 2 vagy 3 éven belül, tehát ezt lehet egy rendszerbe tenni, neked ennyi százalékból ki kell jönnöd. Tehát, hogy ez a téged. Ha ott van egy elképzelésem, stb., akkor annak már meg kell keresni majd a másik pontját, hogyha arra valamiért többet akarok költeni. De ezt lehet látni, és akkor például olyan alapvető kérdések, mint a nyugdíjra vonatkozott, amiben nekem nagyon jó ismerősöm, sokáig együtt dolgoztunk, és Farkas Andrással, az úgynevezett nyugdíjgurúval, de ő se tudott megcáfolni, és nem tudott velem ellentétesen menni, hogy mondom, hogy András, nézd már meg a tény számokat. Az Európai Unió átlaga ebben a bizonyos puzzle táblában, ebben a 100%-ban, 11,5-12%-át fordítja az egy nemzeti össztermékeknek a nyugdíjszerű ellátásukra. Magyarország 11,5-t fordított 2010-ben, tehát pont ott voltunk ebben az átlagban, most a 7 alatt vagyunk már. Ez azért van, mert egyébként az Orbán rendszer minden eddigi kormánynál jobban kifosztotta a magyar nyugdíjasokat. És ne ezt a hagyján, hogy 14 év alatt mi lementünk 7-re, minden évben, kivétel minden évben a GDP-ből kevesebbet fordítottunk rá, mint azt megelőző évben. Tehát, hogy ráadásul, tehát, hogy attól egyszerűen lehet látni, ez egy trend szerűen, elveszem onnan. Persze, egy hosszú nyugdíj elvadásban, azt ki tudnám fejteni, ez pontosan mindegyik eleme miből következik. De a valóság az, hogy nem igaz, hogy forrás hiány, mert ha azt mondom, hogy
addig nincsen probléma a nyugdíjaknak a rendhez hozatálá, a helyrehozatálá, stb., ameddig nem megyünk az átlag fölé. Tehát, hogy elindulunk ezen a fölton fölfelé, csak nem engedjük meg, hogy lefelé menjen. Most egyébként ez azért a két dolog miatt történt, az egyik dolog, ami miatt egyre kevesebbet fordítunk rá, ellentétben minden szakértői kommunikációval, aki azt mondja, hogy öregszik a társadalom, egyre több, kevesebben fizetik be, egyre hosszabb időn keresztül vannak az emberek nyugdíjba, és ezért kevesebbet, ezért tudják, ebből előbb-utóbb összebomlik. 2010-ben 3,2 millió nyugdíjszerű ellátásban részesítő személy volt, most, hogy is, tehát aki ebből részesült, most nem éri el a 2,5 milliót. Mert, ezt is mondom, tehát az egész, hogy ez a valóság. Tehát ugye a KSH hivatalos tábláit meg kell nézni, és ez lement. Hát azért egyrészt, mert megszigorította, hogy ki lehet okkal nyugdíjas. Tehát ugye az újra mérték. De, ami, igen, de fölemeltük 5 évvel a nyugdíjkorhatárt. Viszont az átlag életkor nem növekedett 5 évvel. Sőt, az utóbbi másfél évben csökken egyébként, de mondjuk rendszer szerint mondjuk növekedett 1 évet. Ebből az is következik, ha megnézem, hogy hány befizető volt 2010-ben, az viszont 4,1 millió. Most 5 millió fölötti befizető van. Mert egyszerűen azért, mert tovább maradtak a munkaerő piacon a személyek, a 18 éves iskolát levitték 16-ra, a nyugdíjba vonuláskort fölvitték, és az átlag életkor pedig nem emelkedett annyival. De, és ezek csak a főszámok. És akkor ebben lehet látni, nem, és akkor ugye jön az, hogy rendszerűen egyébként, ugye ez a svájci indexálás, teljesen egyetértek Lajossal, hogy az vált be a legtöbb országba. Most, vagy tudunk jobbat, hogy vezessük már be azt, amelyik legjobban bevált a legtöbb országban. Tehát, hogy akkor nézzük meg ezt a részét, mert egyébként a téma is azt mutatja, hogy vannak ugyanolyanok, hogy a reál jövedelem visszaesik. Ugye a svájci indexálás az akkor a nyugdíj emelésnek a 50%-át befolyásolja, a másik 50%-át az infláció, de ugye ez a svájci indexálás esetében azt jelenti, hogy ha az ott reál bércsökkenés volt az aktívoknál, akkor a nyugdíjnál is reál vásárlóerő csökkenés lesz. De ha megette ez az ország, hogy ha az inflációval növelem minden évben, akkor neked nyugdíjas jó, akkor nem kell vele megetetni, hogy a svájci indexálás mit jelent, csak be kell vezetni. Tehát az egészében, hogy abban lehet olyan, hogy lesz a következő 10 évben olyan 1 vagy 2 év, amikor reál értéke csökkenni fog, mikor a másik 8,5 évben, abban pedig nagyságrenden jobb lesz. Tehát ugye az egész, és ezért szakad az olló a nyugdíjasok körébe. De ezek, mondom, csak egyes elemeknek a példái. Tehát, hogy ez így lehet. Van ennek egyébként, Isten emlékszik rá, Lajos is emlékszik rá, 90-ben Sárközi professzornak volt egy ötlete, én abban aktívan részt vettem, de hát ez az ő igazságügyminiszteri ötlete volt, hogy a következő 2 vagy 3 év, nem emlékszem, hogy pont mekkora átfutási időt adott, minden törvény és rendelet megy a szemétbe, amit nem véd meg az adott minisztérium. Ez volt a leegyszerűs, ez a deregulációs jogalkotás volt. Minden megy a szemétbe, ha nem tudod megvédeni. És ugye az összes minisztérium megkapta, nézd meg, ezek a te jogszabályod, ezek a tiéd. Tehát lehet letisztítani a táblát. Én ezt csak ezt akartam ebből kihozni, hogy meg lehet nézni. És akkor jön belőle, hogy hol milyen lehetőségek vannak. Például a nyugdíjrendszernek kínál, mindenképpen kínál egy megoldást. Nyilván kínál az oktatásnak is, mert ott is az uniós átlag alatt fogyasztunk, tehát költünk rá. Az egészségügyben is. Tehát itt csak úgy mondom, hogy minden területen, amit ma ugye a mindennapjainkban, az újjainkban érzünk a gazdaságban, ott ha megnézem, akkor az van benne, az a kiinduló pont, hogy kevesebb, mint az uniós átlag, általában az utolsó 1-2 hely, vagy utolsó 3 hely valamelyikén, de az uniós átlagnak mindig lefelé húzásába vagyunk. Tehát nyilván például egy ilyen kiinduló pont, hogy nézd már meg a puzzle táblát, és akkor azt mondom, hogy ott kínálja a forrásokat, és ugyanígy be fogja mutatni, hogy hol vannak a túlpazallások. Tehát például a kormány szabad rendelkezési forrásai az egészben, a közbeszerzésre való ráköltései. Tehát, hogy megvannak azok, és nem, annyit nem lehet. Tehát, hogy nem lehet ilyen mértékben, ott is
Lajosnak igaza van, hogy ennek az a verziója is igaz, hogyha megnézem, az arányosság elvét fogalmazta meg, én ezt megszemenően támogatom, tehát hogy az most 40 plusz mínusz 5%, hogy a központosítás mértéke mennyi legyen, azt is ugyanígy lehet megnézni. Hogy azért végig, és azért jó, mert ez egy nagyon nagy tömeg, az uniós átlag, az egy 450 vagy 430-450 milliós piac, de lényeg, amiből mi 1,2% vagyunk az alján. De a legalján vagyunk, és a legutolsó helyen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ugye Orbán teljesen mindegy, de azt mondja, hogy hanyatlik a nyugat, az egészében akkor a nagy válságok idején a növekedése csökkent. Mi pedig mínuszba mentünk. Tehát ugye ezek egy teljesen ellentétes gondok. Tehát ha nem tudunk jobbat, menjünk. Ha nem tudunk jobbat, menjünk az átlag irányába is, hogy akkor mennyit fordítunk a sportra. Nekem nagyon fontos, az életem az első harmadonom a sporté volt. Iszonyatosan szeretem. Én egyébként szeretném, ha egyszer lenne olimpia Magyarországon, de biztos, hogy ez nem ez a kérdés ma. Tehát ez annyira fontos, hogyha egy ellenzéki politika erő arra fordítja az energiáját, mert egyszer bejött, amikor alakultam, tehát hogy arra fordítom az energiáját, de utána erre megy rá a főpolgármester is Budapesten, ami az ellenállásnak egy gócpontja lehet, a rendszerváltásnak egy kiinduló pontja, és azzal foglalkozik, hogy akkor én most erről majd egy ilyen kommunikációt, meg fővárosi népszavazást tartok. Tehát nem ez a feladat. Tehát ezt nem ma kell eldönteni, és hát azt sem mondom éppen ezért, hogy egyébként a sportra nem szabad fordítani, hogy ne szabadna fordítani, de nem vagyunk abban a pozícióban, hogy mondjuk az uniós átlag fölött fordítsunk el. És akkor azt mondani, és ezért ez így van, tehát azért mondani, és akkor ott biztosan lesznek. Hát arról nem is beszélek, hogy a túlárazott közbeszerzések stb.-ből adódóan, azért ha meg 100%-osan nem is lehet a korrupciót kiszedni, de érteni kell, hogy egy rendszerváltó kormánynak az egyik legfontosabb feladata lesz, hogy a korrupciós elemeket minimalizálja. Mindenhol van a világon, tehát valamilyen szinten benne van, a világ átlagát én most azonnal aláírnám, nem a világét, az uniós átlagat azonnal aláírnám, és akkor lehetne azt érteni, hogy miért nem csatlakozunk az unió energiabeszerzéseihez. Ugye azért, mert az publikus. Tehát ahogy ott ő beszerzi, az egészében ott pontosan, hogy itt vettem, együtt vettük így, olcsóbban ennyiért. De, ha úgy, hogy titkos, hogy mennyiért kapom az oroszoktól, Azerbajdzsántól és a többiektől a különböző energiát, de nem én kapom, hanem az én közvetítő cégem, és ő pedig meg valamilyen manipulált, meg meghazudott, még ott is hazudok rá egyet, de úgymond világpiaci áron vásárolja meg az MVM, és utána az MVM lehet mutatni a költségvetésben, az MVM-nek mennyi pénzt kellett adni ugye az egész évben, hogy tudja tartani a egyébként Magyarországon az egész unióban a legdrágább energiaárat. Mert egy, és akkor szétválasztom, mert jó lehet a marketingben szétválasztani, hogy a lakosságnak van egy olyan minimális összeg, ami alatta van az uniós átlagnak, de hát amit a PÉK használ el energiát, és tízszer annyi, mint más, mint mondjuk Ausztriával, azt a kenyérbe én fogom megfizetni. Tehát teljesen mindegy, hogy az energiával hol játszom. Az egy egységre eső energia ára az egész Európai Unióban, Magyarországon a legmagasabb. Elértük ezt a pozíciót, abszolút a legmagasabb, és ez még csak nem is GDP arányos. Miközben egyébként az elektromos áramban azért még mindig ott van a Paksi atomerőmű, egy 30-35%-os részesedésen 14 forint környéki elektromos árammal. Ugye? Tehát az egészben. Úgyhogy én azt mondom, hogy lehet azt a modellt kidolgozni. Tehát ez nyilván, én most példákat emeltem ki, akár a sportnak, közbeszerzéseknél, vagy a nyugdíjrendszernél, mert ott nagyon igaza, hogy van 1500 hely, amiben beavatkozni kell, de lehet, hogy több. Tehát most nem ugye azért, de holnap utánig tartott volna, valahogy így fogalmaztad meg annak a fősorolását. De azt mondom, hogy ha hozok egy határozatot arra, hogy nézzük meg ezt, úgy, mint annak a deregulációs programnak a jogban, hogy nézzük meg, itt van egy kiinduló pont, ezen belül old meg, és azon belül pedig már van Magyarországon értelmiségi, tehát a szakmai stáb, ha nem tudom, hogy másképpen fordítani, amelyik azt mondom, hogy
te ebből az átlagból, ami kijön a GDP-ből, a bevétel, az állami bevételből, hogy ebből old meg, hogy magasabb szintű legyen a magyar egészségügy. Most jelen esetben ennek nagyon örülnének az illetők, mert ez egy sokkal magasabb összeget jelentene. De ott, ahol esetleg más területen azt mondja, hogy jó lenne, ha segítenél az egészében, és ott ez több volt, akkor a kevesebből oldjad meg. Ugye? Mert hogy a többet nem tudom megindokolni. Azért a gazdaságpolitikának, a helyreállításnak van egy olyan, szerintem az legelején eldöntendő kérdése, hogy minden társadalomnak, amit én azokat figyeltem meg az elmúlt 30-40 évben, és azokat próbáltam megkövetni, akik például mögöttünk voltak, mondjuk 90-es évhez veszük, akkor 90-ben mondtam el a parlamentben, hogy 15 évvel ezelőtt távlatokkal előrébb voltunk, mint Hollandia. És ma Európa legerősebb, az második legerősebb gazdasága. Tehát most a arányosítás tekintetében. Mit csináltak a hollandok? Tehát azt érdemes megnézni, akik valamilyen helyzetből valamilyen helyzetbe kerültek, és mikor mondjuk az európai átlagot utolérték a hollandok, vagy a holland mezőgazdaság utolérte mondjuk az átlagot, akkor nem állt meg, nem lépett be a fékbe, hanem ment tovább, ugye, mert egy lendülettel jött föl. Tehát, hogy keresni kell. Nekem a Vállalkozók Szövetségében annak idején az volt a taktikám, akkor még volt olyan külügy, ahol a külügyminisztérium, akár vagy a külkereskedelmi minisztérium, mind a kettőnek kötelező volt nálam, tehát a legnagyobb magyar magánmunkaadói szervezet esetén bemutatkozni, hogy én most megyek ki Algériába, megyek ki Ausztriába, Olaszországba, jöttek a nagykövetek és a kereskedelmi attasék, és hogy mivel tudunk segíteni. Kialakult a face-to-face kapcsolat, és amikor én a 90-ben a parlamentben voltam, 91 között, meg hogy dolgozott a VOSZ jogszabály elképzeléseken, akkor én rendre őket fölhívtam telefonon, ők közülük azokat, akik olyan országba mentek, ahol azt a kérdést jobban oldották meg, mint nálunk. És kértem, hogy egy kicsit elemezzék nekem a most a parlament elé kerülő törvényt, hogy ez hogyan szól Hollandiába, vagy Németországba, Ausztriába, vagy Svájcba. És rögtön egy olyan előterjesztést lehetett tenni nekem a parlamentben, vagy a érdekegyeztető tanácsban, amelyik azt mondta, hogy értem a célt, de ezt ahol sikeres volt, így csinálják. És azt javaslom, és úgy próbáltuk mi konkrétan kodifikálni a törvény módosításokat, hogy az annak feleljen meg. Ugye, nem kritizáltuk, nekem volt egy döntésem, határozatom a szövetségben, amelyik úgy szólt, hogy bármivel, ami nem tudjuk, hogy mit kell csinálni, ahhoz nem szólunk hozzá, és amelyikhez meg azt látjuk, hogy máshol hogy csinálták, ott abból 5%-nál nem lehet több, de tényleg karakterszámra megtanulták. Nem lehet több a kritika, és 95, hogy ezt a célt így kéne elérni. Tehát ebben a megközelítésben. Úgyhogy nagyon határozott lépésekkel lehetne mit kezdeni a magyar gazdaságban, és a magyar gazdaság kicsi, tehát kisebb, számtalan, még legnagyobb nyugat-európai cégnél is kisebb. Tehát a részében, ahol az van, hogyha az a cég balhéban van, akkor a világon megkeresik a jó szakembereket, és fölveszik, hogy mentse meg, mert multicég az nem jó, ha bedől, ugye, és akkor hogy tegye rendbe. Szóval ez az országnak van egy hátránya, most nagyon rossz, minden mutatónk rossz, és van egy előnye, hogy egyébként ugyanaz, hogy kicsi. Tehát a kicsit azt sokkal gyorsabban lehet racionalizálni, helyére tenni, stb. És én még a média kommunikációban is nagyon fontosnak tartom. A marketing nagyon komoly tudomány, a társadalom nagyon jól befolyásolható, csak nem mindegy, hogy mire. Hogy arra befolyásolom, hogy nekünk nem kéne Brüsszel, helyette, hogy ott van nekünk remekül, mert az a célország, ott van nekünk Oroszország, ott Törökország. Elnök úr, mondja a török, annyit tanulok öntől, a legnagyobb inflációval rendelkező és a legrosszabb helyzetben lévő európai ország, Törökország ebből a megközelítésből, de kimegy oda a tűrtanács, és megdicséri a Erdogán elnököt. Szóval valami rettenetes ezeket hallgatni, na de ennek a fordítottját is lehet tanítani. Tehát a marketing, mint tudomány, azért így van, igen, és a társadalom. És ráadásul az én tapasztalatom az én életemben, bár roppant fiatalnak, max 20 évesnek érzem magam, de ha az az én mégis az a 20 évesen az a 40 éves tapasztalatom a világból, hogy egyébként a jóról, a pozitívról, vagy az igazról sokkal kisebb energiával lehet irányában az embereket meggyőzni. Tehát, hogy
Osz iszonyatosan nagy pénz, évi 500 milliárdra becsülem én nagyjából, ami a Orbáni rendszernek a társadalom megtévesztésére szolgáló forrásait biztosítja most már 10-valahány éve, tehát ami egészen döbbenetes, de nem kellene 500 a jó irányba, mert hogyha azt nem költik, de helyette költenek 50-70 milliárdot, vagy 100 milliárdot arra, hogy a visszatereljem a józan gondolkodásra, a szolidaritásra, a másikkal való együttműködésre, a toleranciára a társadalmat, akkor az legalább olyan hatékony tud, legalább olyan hatékonynak tudna lenni. Gondom van, sietek, szóval gondom van, és ezt is elmondtam, hogy nagyon nagy problémának érzem, hogy a magyar döntéshozói, ez korábban úgy volt, az értelmiségre mondták, hogy a véleményformáló közeg, ez az 1-2% a társadalomban, de most azt mondom, hogy a döntéshozói körben nagyon, nagyon alatta vagyunk az Európai Uniós átlagnak. Annak ellenére az sem magas. Tehát, hogy az sem magas, de annak is alatta vagyunk, és hát ez valahogy nagyon beépült a magyar értelmiségi vagy döntéshozói, mert egyébként én ezt azért nem szeretem ezt csak a politikai pártvezetőkre mondani, mert ez egyszerűen igaz az államigazgatás majdnem minden területén, de akár az értelmiségének legszélesebb körében is, hogy nem akarok szembesülni arra, hogy a mások valamit jobban tudnak. Szóval nagyon kevesen végzik el azt, ami egyébként mondjuk egy tudományágban, ezt szervezés elméletnek vagy döntés elméletnek nevezik, ott ez egy alapgondolat, hogyha olyan emberekkel veszem magam körül, aki a minden területen, akik kevesebbet tudnak arról a területről, mint én, mert én akarom uralni a mondataimmal azt a területet, az egy nagyon alacsony hatékonyság. Tehát, hogy igenis kell olyan személynek is lenni, aki átlátja az egészet, arányosítja az egyes kérdéseknek, mert ugye számtalan olyan kérdés van, amiben a társadalom megosztott. Tehát ott nincs olyan, hogy a társadalom így van, hát most legyen a halálbüntetés, eutanázia, abortusz, teljesen mindegy, tehát hogy tényleg 30-40 dolgot így ki lehet emelni, amiben ebben a közösségben sem lesz azonos. Tehát hogy biztos, hogy lesz valamelyik kérdése, valami, mert összebékíthetetlen, de kell a kormánynak, és kell az a társadalomnak, vagy egy cégnek is, kell egy olyan vezető azért, aki az arányt megtalálja. Tehát, hogy ebben ezt tudja legjobban a társadalom kezelni, ettől tudunk legjobban toleránsak lenni egymással, és előre haladni. De az nagyon lényeges, hogy ne tudjon megvezetni engem, ha mondjuk valaki miniszterelnök, akkor ne tudja őt megvezetni se a pénzügyminisztere, se az egészségügyi, se az oktatási minisztere, hogy értse, amit ők mondanak az egészében, de az nem baj, sőt, kívánatos, hogy mindegyik pozícióban azon a területen nagyobb tudású ember legyen. Lehet az a külügy, legyen az a pénzügy területe, a jegybankja, a bármilyet, tehát az ipari minisztere, hogy azon a területen annak az embernek nagyobb legyen a tudása. A szintézisben döntést hozó vagy javaslatot tevő kormányra az nem baj, hogyha egyébként nem annyira buta, hogy meg lehessen őt bármelyik irányból vezetni. Mert azt mondja, hogy ne haragudj, ha én nem értem, amit te mondasz, amire rá akarsz venni, ha én nem értem, akkor a társadalom se fogja. Tehát egészében, mert azzal a tudással viszont rendelkezem az adópolitikában, a külpolitikában, az agrárszektorban, vagy az összes egyében. Úgyhogy én látok megoldást. Tehát én azt gondolom, hogy van, Pista mondta, azt hiszem, hogy jól emlékszem, de most mindegy, mert ugyanaz a véleményem, hogy van magyar értelmiségi elit, az egészében van magyar értelmiségi tudás, teljesen nem ment még tönkre, és vannak aktívak. Forrás arra kell, meg a tudomány arra kell, hogy érezzék, hogy most feladat van. Tehát, hogy értem én, hogy nekem az kényelmi pozícióm az, hogy most akkor én már visszavonultam, vagy én ebből már csak könyvet írok, vagy mit tudom én az egész, de egy nem, aktivizálni kell. Tehát az biztosan. És hát azért, hogy egy érdekessége legyen, és ez a záró. Ez a záró mondatom az egészében, hogy tudjátok, én úgy gondolom,
hogy azok az emberek, akik maffia szervezetként fölépülve bitorolják a magyar hatalmat 11 néhány éve, az a politikai erő, az részében, ha rendszerváltó választás van, utána nem lehet szereplő. Nem a második legnagyobb politikai tömörülés lehet, mert valaki meggyőzte, hanem börtönbe kell vonulniuk. Vagyonelkobzásokat kell alkalmazni. Na most, ha nincs második, és csak egy van, aki legyőzi, akkor egy pártrendszer lesz Magyarország. Én azt gondolom, hogy azt nem szeretnénk az egészében, ezért az a kiinduló pont, hogy most csak egy, meg egy az egészében, ami látszatra kettő, de az a látszatra kettő nem. Ha végrehajtom a nem kormányváltást hajtok végre, nem rendszerváltást, akkor azt, akit le kellett váltanom, az nem lehet szereplője a következő időszaknak. Akkor pedig egyedül maradtam, ez egészen biztosan nem jó a magyar társadalomnak. És akkor itt jön át, hogy mindenkinek azt javaslom, bármilyen szintén van a gondolkodásban, hogy mindig, ha hall valamit, hogy ez így van, akkor tegye föl, hogy miért. Tehát, hogyha mondjuk például azt hallja, hogy ősek, hogy egynek kell egyel szemben állni, miért is? Egy jelöltnek kell egy jelölttel szemben állni, mondjuk a mostani választási törvény, de nem kimondta, hogy annak az egynek, aki a legjobb kihívója, vagy kihívója a pillanatnyi bűnszervezetnek, hogy azt egy pártnak kell jelölni, ki, de hol van benne. De nem kérdeznek vissza a média, újság, független újságíró, az általán szeretett Bolgár Gyuri, vagy bármi, és elhangzik ez a mondat, és nem teszik fel a kérdés. Miért is? Tehát ki mondta azt, hogy és mert az egész évben. Meg hát egyébként még az se igaz, hogy egynek egyel kell szemben állni, mert politikai, tehát a listák szempontjából és kettő vagy három is össze tudnak jönni, és a pillanat, és ma a Tisza párton kívüli ellenzéki pártok is gond nélkül külön-külön kieshetnek többségük. Ha együtt, és nem a 15%, hanem hát ez csak egy jogi kérdés, hogy létrehozzák azt a választási szervezetet, amelyikben mindegyik benne van, és ott csak 5%-ot kell átlépnie. Szóval egy kicsit a kreatív gondolkodásnak helyt adunk, akkor működik, de ez kell a civil szervezeteknek is, hogy ne azt mondják, hogy a politikai pártok nélkül oldunk meg dolgokat, aztán semmit nem tudnak megoldani, mert diktatúra van. A politikai pártok nem mondják, hogy mi vagyunk a politikai párt, hogy népképviselet van, nincsen Magyarországon népképviselet, az megbukott. Visszaszállt a pillanatnyilag a társadalomban a feladat, és a lehetőség visszaszállt a társadalomra, az eredeti tulajdonosra, a névre. Tehát aki eddig képviseletben átadta, de nincs képviseleti rendszer, nem működik Magyarországon. Köszönjük szépen! Szervusz! Hát köszönöm szépen nektek, hogyha végighallgattátok, végignéztétek ezt a konferencia összegzést, ami azért együttesen közel 3-4 óra lett volna, úgy éreztem, hogy az biztosan nem menne. Pedig a konferenciának voltak nagyon fontos, nagyon érdekes gondolatai is, amelyek a jövőnket meghatározzák. De kíváncsi vagyok arra, hogy rájöttök-e arra, hogy melyik volt az a gondolat, amelyben egészen biztos vagyok benne, hogy soha, eddig még senkitől nem hallottátok, és abban is biztos vagyok, hogy a jövőnk sorsfordító kérdéseinek egyike lesz az ellenzéki gondolkodás elkövetkező egy másfél évében. Külön köszönöm azoknak, akik megosztják ezt az összegzést. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogy velem voltatok, vigyázzatok magatokra, további szép napot, és még egy tartalmas hetet kívánok. Holnap csütörtök van, holnap van lehetőség kérdéseket is feltenni, este 6 órakor, immár 4 éve mindig. Szervusztok!